Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Ebben a videóban egy elképesztően érdekes dolgot hoztam el nektek, ami nagyon-nagyon érdekes lesz, azt garantálom nektek. Azon nem másról is fogok nektek beszélni, hogy egy olyan dolgot mutatok be nektek, ami hiányzik mindenki Minecraftjából, azaz az enyémből is és a tiétekből is. Igen, ez eléggé furcsán hangzik azt, hogy valami hiányzik, hát sajt nem is tudtam erről, hogy valami hiányzik a Minecraftból, így a teljes, de hát valójában szerintem így sokkal, de sokkal értelmesebb lenne a Minecraft, és logikusabb is egyben. Na de a legelső dolog nem más, mint a favágással kapcsolatos lesz, ugye ez egy mindennapi dolog, főleg a legeslegején a Minecraftos kalandunknak, hogy fát vágni elkezdünk, ugye nem kreatív módban, vagy elkezdjük ütni, és várjuk, amíg lehull a leper, és kapunk reméljük, hogy nagyon-nagyon jó dolgokat. Na de, hogy is lehetne ezt az egészet megreformálni, nem máshogy, mint ugye csinálunk egy exet, azaz egy baltár, átmegyünk game mode 0-ba, és ugye elkezdjük vágni a fa legalján, akkor ugye szép lassan elkezdünk normál esetben bányászni, vagy hát inkább favágást csinálni. Na de ezzel a mod segítségével nem más lehet csinálni, mint figyeljetek, megnyomjátok az alját, tény, hogy hosszabb ideig kell várni, elég hosszú ideig kell kivágni a legalsó tömböt, de nem, látjátok, lehullik az egész lomb, és még a maga a fa is lehullik, szóval így sokkal, de sokkal értelmesebb szerintem a Minecraft, hiszen hát valójában is, hogyha valaki fát vág, akkor az alsót ugye kivágja, és ledől az egész fa, nem fog az egész lebegni, és utána fél órával esik le a levél. Ez a legelső dolog, ami hiányzik a Minecraftunkból, hogy normálisan lehessen fát vágni, látjátok, hogy ez a törzs valószínűleg kettő, vagy hát olyan négy fából át, ha minden igaz, ezért kevesebb ideig vágta, de mondjuk itt van egy magasabb kis nyírfánk, ezt látjátok, hogy most már gyorsabban is vágja, és hát lassabban is vágja, hiszen azért többet fog nekünk produkálni, mint az előző, szóval ez a legeslegelső dolog, amit mutatok ma nektek. Például, hogyha találunk egy ilyen óriási fát, ami nagyon-nagyon nem jó vágni, főleg, hogyha véletlen ilyen nő is, akkor föl kéne rá mászni, meg kéne keresni az összes blokkot, hogy úristen, még ott van egy valahogy, menjünk oda és vágjuk ki azt, hogy hát nem, itt a legalsó blokkot egy az egybe kiütjük és hullik is le az egész. Mennyire király, most mondjátok meg, hogy nem. Mondtam, ez a legelső dolog, szóval valószínűleg az, hogy lesz még egy második dolog is ebben a videóban, és hát természetesen, hogy lesz, de most egy kis easter egg-ként bejövök ebbe a faluba, és azt a jó, milyen jó cuccokat szereztem magamnak, direkt videó előtt nem is voltam itt, hogy ezt együtt fedezzük fel veletek, hát a falutól több mindent nem is szeretnék, hagyom szépen a falusiakat, ellenben, hogy mi is a második dolog, azt gyorsan fel is vázolom nektek, csak lekraftolok előtte egy kraftasztalt, hiszen hogyha már vágtunk ennyi fát, miért is ne? Kraftasztalból arra lesz szükségünk, hogy csinálunk egy chestet, ami ugye hát nem olyan nagyon nehéz feladat, valljuk be, főleg maximum a kezdőknek lehet még ezzel bajuk, de hiszen ők is szerintem ez az első kettő recept között, amit megtanulnak valamelyiket. Na, itt van a chestünk ugye, és szereztünk egy csomó cuccot magunkkal, és azt mondjuk, hogy nincs kedvem nekem válogatni, dobáljuk be egy az egybe a chestünkbe. A második megkönnyítés nem más, mint az inventory tweaks, ezek a kis gombok. Szerintem még ez hiányzik a Minecraftból, hiszen hát élőben se úgy, hogy bevágja az ember a fát meg az almát egyszerre. Látjátok, itt lehet, hogy áligatod. Figyelj, itt van a default sorting, azaz az sima átlagos, ez is már nekünk változtat valamit, hogy tök király lesz. Látjátok, itt vannak a vége felé az ételek plusz a növények, itt van egy kis ércünk, fa, mellette egy kis kaja, és itt a felszerelésünk. Hát, hogy Callum az ilyen kis sorszerűségekbe tudja rendezni, ez is szerintem máshogy van, igaz, nem tudtam rájönni a logikára, hogy mi értelme lehet, és emellett van még egy ilyen rose, azaz ez nagyon-nagyon királyon néz ki, hogy így tudja besorolni az egészet, így azért sokkal könnyebb megtalálni a dolgokat, és szerintem ez nagyon-nagyon hasznos. És hogyha ez nektek nem lenne elég, akkor itt a beállításoknál tudtok még egy kicsikét változtatni, például friendly refill, ez nem tudom mi lehet, vagy hogy automatikusan újra tölti a dolgokat, plusz itt van more option, stb. Alapból felveszed a felszerelést, stb. Szóval igen, srácok, ebben a videóban bemutattam, hogy mi hiányzik ugye a Minecraftunkból, ez, hogy látjátok már mennyi fát ki tudtunk vágni ilyen gyorsan, és hát természetesen ez a valószerű, plusz ez az, hogy nem csak simán bevágja a chestbe a cuccokat, ez a két dolog az, ami szerintem elkerülhetetlen lehetett volna, hogy berakják a Minecraftba, de valamiért ezt nem tudom, hogy mérítsetek. Például ez hogy néz ki, hogy ezt kiváljuk, és itt van egy kicsi tönk az alján, ami ugye még valóságszerű, de itt lóg az egész, van a levegőben. Mi
mit csinál ez a fa? Na de hát srácok, ez a videó ennyi lenne, én remélem, hogy nagyon-nagyon élveztétek, próbáljátok itt így ezeket a modokat, és szerintem ti is belég fogtok szeretni, hiszen tök jó, főleg ez a favágás a kedvenc dolgom benne, hiszen tökre valóság szerint nem úgy, mint az a fa, az még mindig idegesít, hogy hogy néz ez most ki valójában. Na de mindegy, ez a videó ennyi lenne, én remélem, hogy nagyon-nagyon élveztétek, ha így volt, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, csatlakozzatok ti is a sajtok bandájába, hogy minél több videót tudjak még csinálni, így tudtok engem támogatni. És hogyha már ezt mindent megtettétek, akkor mindenféleképpen nézzetek be a leírás legelső sorában lévő MC-shopba, hogy még az utcán is nagyon-nagyon menőek legyetek a sajtos termékeitekben. De ez a videó ennyi lenne, a következőben találkozunk, legyetek jók, sziasztok sajtok!